Sziasztok! Sziasztok! Mai nap egy Mikrotik terméket nézzünk meg, hogy mit módosított rajta a Mikrotik. Egy új terméket hozott létre. Nézzük meg, mit tud ez az eszköz, mit kell, látta el a Mikrotik. Kültéri burkolat, annak megfelelő kialakítás. Slün, itt a belseje. Az elődje, ami szintén géper volt, ami nem is lehet elődnek nevezni, mert teljesen más funkciókkal látta el a Mikrotik, egy új terméket hozott létre, az nem rendelkezett ilyen sok módon skálázható funkcionalitással. De nézzük is meg, hogy mik ezek a adatok, mik ezek a dolgok, amik ez a új géper X4-es tud. Ez egy kültéri PoE megoldás, amivel mit tudunk megvalósítani, Zsombi? Hát alapvetően most ezzel az eszközzel bővült ugye a géper szériánk. A korábbi gépert azt arra tudtuk például jól használni, hogyha egy nagyon hosszú linket akartunk csinálni, de mondjuk nem volt lehetőségünk arra, hogy optikát húzzunk be, vagy valami mást, vagy esetleg már létező behúzott kábeleken akarunk nagy távolságra valami adatot átvinni. Viszont ez az új géper 4X, az egy teljesen más jellegű eszköz. Igaz, ezzel is tudjuk növelni a szakaszhosszunkat valamilyen szintig, de azért nem olyan ilyen kilométeres nagyságban. Alapvetően nem erre tervezte, nem tervezte, igen. Szóval igazából kapunk egy kompakt kültéri switchet. Alapvetően, ami BT teszik, és képes ATF-et leadni a portjain. Igazából ez egy 90 wattos PoE büdzséjű eszköz, hogyha persze a BT oldalon támogatja ezt a teljesítményt a tápunk, vagy az eszközünk, amire rádugjuk, és ezzel mondjuk egy linkből tudunk splittelni. Esetleg, hogyha egy ilyen kamerás hubot akarunk megtáplálni, mondjuk egy olyan részt, ahol több mondjuk egy megfigyelő kamerát használunk, de nem akarunk sokat kábelezni, akkor ez egy nagyon jó megoldás lehet arra, hogy csökkentsük az infrastruktúrális költségeket, hiszen kiteszünk egy ilyen eszközt, ami alapvetően amúgy egy Mikrotik szinten egy okos eszköz, mert ez a switches light-ot futtatja, ugyanúgy, mint a korábbi 260GS például, de azért így is eléggé jó funkcionalitást kapunk. Kapunk egy IP55-ös kültéri házat, ami szép nagy ógyűrűvel szigetelt, szóval valószínűleg a kültéri behatások azok nem nagyon fogják zavarni az eszközt. És ugye van egy nagy beállási lehetőségünk egy eléggé széles tömbszelencével, ahova be tudjuk húzni a kábeleket. Ugye alapvetően amúgy sokat magáról a külcsínyről nem tudunk elmondani, bár mondjuk ilyen Mikrotik eszközökhöz képest ez egy ilyen újabb formfaktor, lehetséges, hogy majd a jövőben kapunk ebből más verziókat is, meg még amit érdemes elmondani róla, hogy leválasztott rajta az összes port egy izolációs transformátorral, szóval nem lesz az, hogy esetleg beföld hurkol, vagy valami egyéb ilyen zavarás keresztül megy a vonalunkon, de alapvetően ez az eszköz igazából egy kicsit hasonlít a Ubiquiti-nek a Flex switchére, ami Flex Mini-re például, ez is egy ilyen PoE megosztó megoldás. Viszont ez egy robosztusabb kültéri egység, és ugye nem vagyunk igazából bármilyen ökoszisztémához kötve, mert standalone-ban is teljesen működik az eszköz. Alapvetően ezeket az eszközöket legfőképpen kamerák alá ajánlanánk, mert ugye egy LAN-ból csinál, ha egyszerűsítjük, négyet, igen. És kameráknál a átvitel az ritkán igényel egy gigás körüli állandó kihasználtságot. Igen, mondjuk azt figyelme vagyok, hogy az eszköznél, hogy ez csak egy gigabites eszköz, szóval igen. Nem tudunk rajta bármilyen mennyiségű adatot átvinni. Szóval igen, ez inkább főleg az ilyen kamerás megoldásokra van kihegyezve esetleg, hogyha ilyen kombinált valami jó dolgot akarunk használni, esetleg egy kültéri időjárás állomást, vagy valami hasonló ilyen hábokat meghajtani, arra teljesen jó lehet még kamerákon kívül, de amúgy kis sávszélességű eszközökre van relatíve optimalizálva. Wi-Fi eszközre már
karcsú, lehet, hogy négyet rárak az ember, akkor azért már egy gigás átvitelnek a maximum azért, ha az ember tényleg ki is akarja használni, az azért nagyon kevés lehet. Kilakítás egyébként egész jónak tűnik a mikrotik eszközök között is. Mit lehet még tudni róla, hogy ez egy switch OS-sel rendelkezik, ennek megfelelően milyen terhelést tudunk rátenni, tehát tudunk benne különböző szűréseket, vagy csak azokat a szűréseket, villanozásokat tudjuk rárakni, amiket már a 260G-es től megszoktunk. Hát igazából teljesítményben a 260G-esnél nagyon többet nem szabad elvárni az eszköztől. Talán annyi, hogy ha jól tudom, ez egy egyel frissebb Marvel Switch chip van benne, viszont azért ne várjunk tőle csodákat, vélonozás az működik, de ez nem annyira ilyen L3 felé tendált dolog, mint mondjuk egy CRS root. Egy smart hát funkció. Igen, egy ilyen smart funkció. Mondjuk úgy, hogy ez ilyen easy smart easy funkció. Smart. Bár a mikrotik ezt még nem ismeri, beállításban meg pláne nem. Magyarán szóval hívhatjuk úgy is, mint egy 260G-est, egy kültéri. Igen, végül is. Toklozásba, formfaktorba helyeztek volna el. És robusztusabb PoE képességekkel. Természetesen nyilván ezt a kameráknál beltérbe is lehet használni. Ő nem zárja ki a igen, nem zárja ki, persze, mert végülis igazából bárhol tudjuk használni, meg ugye, ami az extra benne, hogy ugye, hogy BT teszik, és relatíven nagy áramot tud leadni minden portján. Mit eszik? Arról lehet tudni valamit, hogy mennyire igényes a mikrotik? Igen, hát alapvetően ugye meg tudjuk táplálni egy BT PoE-val Ethernet-en keresztül, viszont van rá lehetőségünk arra, hogy egy tápcsatlakozón keresztül is megtápláljuk az eszközt mondjuk 24-től 57 volt DC-vel, bár igazából ez egy megint egy újabb kialakítású mikrotikes csatlakozó, ilyet még nem nagyon láttunk más eszközöknél. Annyit segített a mikrotik, hogy ilyen csatlakozót nem ad hozzá, tehát a képzelőerőnkre és a kreativitásunkra bízza, hogy hogy oldjuk meg ezt a... Hát lehetséges. Ha nem poén, akarjuk megtáplálni. Lehetséges, hogy ez egy ilyen rugós csati, amiben csak bele kell dugnunk a kábel végét. De ez is egy újdonság így a mikrotik terén, mondjuk csatlakozó szinten. Ez érdekes, hogy nem tűnik annyira túlságosan fedetnek. Ja. A PoE az passzív PoE, vagy mindent teszik? Hát alapvetően BT teszik, szóval tehát a passzív PoE-t azt nem nagyon nem tudjuk alkalmazni. Betáplálásnak ugye, hogyha nincs lehetőségünk arra, hogy BT-vel tápláljuk meg, akkor ugye marad a normál DC megoldás. Tehát az eszköz elérhető, bővült a mikrotéknek a szerelhető eszközének a tartománya. Webshopunkban is elérhető. Vegyétek, használjátok, küldjétek el róla a véleményeteket. Sziasztok! Sziasztok.